hogy kijöttem szántani ugyebár, és az a nagy helyzet, hogy már régebb óta csináltam a vlogot. Ez van itten. Mindjárt elmondom, hogy milyen fejdőn vagyunk, most ez egy nagyon pocsik egy fejd amúgy, hogy mondjam. Itt minden van hely. A karácsony van tényleg. Na. John Deere 1800M, Lemke Nopa 110. Kértem szántani a, ugye ez nekünk zöldítés volt, búza alá. Tegnap, meg a tegnap előtt volt csapadék, nem tudom megmondani, hogy mennyi milliméter volt, mert nem néztem meg most utólag, hogy mennyi lett. Úgy nem tudom mondani, nem mondok hülyeséget. Az a helyzet, hogy gyengén mi a szántás nagyon. Nem ázott meg annyira, hogy jó menjen. Mi nem szántok olyan 20 centi körül, de száraz, meg olyan zók, olyan nehezen megy. Azért nem is forgos olyan jól az eke. Mint látosátok, ilyen repce van itt, hely. Hát itt ott térdig érejük. Ott mondjuk ki van kaszálva egy fót, mert na, kikaszálták ezek a másikok. Úgyhogy nem a szárában van a repce, hely. Brutálni. Brutál, ami itt van. De nem annyira jó, nem megy a szántás. Úgyhogy megláttam egy kerülőkételi 2-3-at. Meg ugye az van, hogy a zekén rendelek orrbetéteket, mert ezek nagyon el vannak kopva, ezért is nem megy olyan jó bele szerintem. Még mióta nálunk van, ezeket nem cserélítem. Ugye most rendelek rá 6 darabot, szépen felteszem ezeket, csőröket, hogy mondjátok ti, mindegy. Meg egy kicsit állítottam már rajta, de nem megy olyan jól, ne. Mikor bele is megy olyan, na, látszik, hogy nem, nincs megázva jó, hogy száraz. Úgyhogy jelenleg van, azt mondja, hogy október 28-a, amikor ezt a videót csinálom, késő délután, úgyhogy mindjárt megyünk, megnézzük, hogy mi az. Beszélgetünk még közben. Zók. Nem tudom, a kamerasztok mennyire adja át, mert ugye most a most, amivel vlogolok, ez a GoPro Hero 6-osunk, az egyik. Kicsit, na, szíjjel megyen, mert puha a fődné. Csak olyan száraz, zók. Na, ez nagy repce is szíjta. Egész nyáron ittem, mert ugye meg volt ezt társázva. De mindjárt elmondom, hogy ezzel a földdel mi történt. Zók, alól zók. Na, menjünk akkor. Várjunk meg. Nem is akarom mélyen szántani amúgy, mert búza megy bele, ugye? De nem is nagyon tudnám, mert az alsó végén, majd mindjárt megyünk lefele, ottan meg kicsit olyan lágyas, mert van egy ilyen völgy, és úgy összefolyt, ottan folyt le a víz most. Ott meg lágyas. Nem azt mondom, hogy nagyon olyan májas, de na, ottan megázott. Hú, de brutál repce van helyi. Alig fél át a kormány lesz a gerendei alatt, az ekenek gerendei alatt. Na ugye, ez egy repcefőd, mint ahogy mondtam. Zöldítés. Ezt learadtuk. Kapott egy vagy két társában, nem tudom, egyet,
Utána Dani megcsináltam majd még egyszer, és ebből ezt vetettem be, és ebből lett vetve, mi az már, szója, vetettem bele szóját, be zöldét is, kint, és nem lehetett 8 helyétig hozzányúlni. Ugye itt emellette, mert ez egy darab, csak itt emellette gruberoztam, mert az a föld az nem volt beletéve. A zöldítésbe azt megrúberoztam. Úgyhogy most igen, elvetve a szója bele. És 15-én járt le, ahol a 15-én, hogy ki lehessen szántani, hogy bármit csinálni vele. Itt a legrosszabb, de nem azt mondom, mert nem szakít fel nagyokat, de száraz, na. Száraz. És tennap volt, meg tennap előtt csapadék, hát mondom, kijövök, mert ugyebár még a búzvetésünk az nagy része meg sehol se áll. Még ott van benne a zsákba, még nem vetettük. Mondom, kijövök, azt szántom, de kiszántom, mert na. Nem akarom a gruberrel csinálni, mert szerintem az nem keveri jó bele. Úgyhogy inkább szántom ezeket a nagy repcéket. Valamennyi részét beleforgassa. Van itt olyan 2 hektár körül. Szántani való ez a darab. Majd tovább meglátom, hogy lesz egyszer, most aki szántom ezt. Na, ugye az történt, hogy az egyik Hero 11-es GoPro-nk az ugye nincs itthon, mert az nincs itthon. És én vettem egy másikat pár nappal ezelőtt, egy Hero 11-et. Egy újat. És elkezdtem úgy vele videózni, mit tudom én. Jó, hogy megnéztem, mert akartam pont csinálni akkor egy vlogot, nem is tudom már miről, nem is lényeg. Hogy nincsen hang, nem vesz hangot. Na mondom, mi van itt. És akkor derült ki, hogy már a Hero 11-nek ugye maga van az a dock, amiben benne van a kamera, és abban van benne a mikrofon. A kamerának alapból nincsen mikrofonja, ezt se tudtam. És nem kapok hozzá a dockot. Rendeltünk hozzá barátom egy mikrofont, hát ha úgy jó lesz. Úgyhogy most az a lényeg, hogy amit akarok mondani, azért veszem a Hero 6-ossal, mert még az a mikrofon nem jött le hozzá, ugye meg kellett rendelni, mert nem lehet kapni úgy boltból hozzá. Úgyhogy most ezzel csinálom videót, remélem, hogy ez is megfelel nektek, nem lesz kifogásotok. Mindjárt mellem megy a nap. Mondom, csinálok már egy vlogot, mert sötétben nem lesz jó. Meg fogom tárcsázni egyszer, és akkor meglátom, hogy milyen lesz. Vagy hétfőn, mert ugye ma szombat van. Hétfőn megtárcsázom. Meglátom, milyen lesz a földje. És ide fog kerülni a vetőm a búzánk, ebből félbe akarjuk vetni, mert ez pont olyan 2,5 hektár összesen, és ide pont elég lesz az a vetőmagunk, amit vettünk. A kopasz vetőmagot fogjuk ide vetni, hogy itt nincsen vaddisznó se, meg itt nap. De reméljük, hogy jó lesz, jó fog sikerülni, meg repceföld is, ide fog kerülni. 7 km per órába húzom, V3-ba. Na nem tetszik, ahogy megy ezeken most a földbe, mert ugye, mint mondom, száraz. De, na, jó lesz, majd tárcs összevágja.
Úgyhogy most aki kötekedni akar így meg úgy, azok inkább nem tudom, mit csináljanak. De most ez ilyen munka lesz. Nem mondom azt, hogy rossz munka van rajta, de jó se. Azt hittem, hogy jobban meg van ázva, de nincs. És ugye már nincs mire várni nagyon a szántással, meg a búza készítésekkel. Ezt el akarom vetni minél hamarabb. Ugye már 28-a van. Ja igen, még az elején mondtam, hogy ez a föld ez nagyon kocsik, mert itten az egész szemetet ott a lenti végére ide ráhordják. És a szél meg ők is ugye a szekére hordják rá, tele van zsákkal, mindenféle műanyag darabokkal, tévével, minden ami létezik. Szerintem sokan közöttök tudjátok, hogy miről van szó, mindenfele vannak ilyen problémák. És ez a földünk van a legrosszabb helyen ilyen szempontból, mert ide hordják mindig rá mindeneket. De hát ellenek nincs mit csinálni amúgy. Ja, remélem tetszik ez a tartalom is nektek. Úgy te nagyon-nagyon repce hely. Te a hídat simán íri. A híd nyomja az első híd. Leforgassa az, hát ilyen 70%-ba leforgassa, az már jó. És itt még egy jó út bele is megy, amúgy. Nem tudom, a komplex műtrát fogok szaurni alá, szerintem fogom valamennyit, mert ugye bár sokat nem kell, mert ez a föld egy nagyon jó föld is. Nagyon szereti az ilyen kalászos, meg repcé, meg minden. Itt az idén is nagyon jó repcénk volt, brutál volt. Lehet, le kellett volna szárt épőzem, de na, jó van, most így. A tárcs összevágja, jó lesz, ha elrohadod. Ki kell szállni a fenti végén, mert a hátsó vekevason van valami dronk, vagy nem tudom mi. Kalapács elejösi brulla amúgy. Itt van. Ezért sem megy olyan jó vele a hátulja. Drog meg szeg. Nézzétek, itt is van megint ruha. Brutál hely, amely itt van ezen a földön. Na, jó, menjünk. Remélem a kameraszög is minden jó lesz. Úgyhogy most már csinálom nektek tartalmakat, megint kezdjük, mert most már jön a vetés, meg műtrászolás, minden, úgyhogy mindent csinálom tartalmat. Lássátok, hogy csinálgassuk meg, hogy mi hogy csináljuk. Erre kicsit bejebb itt jobb a fő, ugye. Gondolom, hogy a szélén még rá is jártak, meg letaposták. De még jobban megy, még hagyjuk. Körülbelül ez a helyzet, srácok. Csinálgatom meg ő. Ugye a többi föld,
ami nincsen még elvet a búza, azok úgy állnak, hogy lettek gruberezve, mint láttátok a vlogba. Még azokat még fogom társázni mostan, és kiszorom rá a műtrágyát, a komplexet. Jó, majd meglátom még utána, milyen munkát fog kapni. Azért akarom csinálni, mert még mondja az esőket jövő egy közepére megint. Remélem, hogy most meg tudom csinálni jól a földjét. És azzal fogok foglalkozni. Vessem el a búzát. Volt egy út, pont itt ahol most jövök, itt vannak téglák, meg mindenek. Jó lesz a társ, összevágja majd. Nem tudom, nem tudok jobb munkát csinálni. Komolyan véletek véleményt meg. Partok. Nem tudom, mit kéne még mondjak, mert már el is felejtettem amúgy, hogy nem tudom, hogy van-e, amit elfelejtettem most közben. De elfelejtettem, akkor majd következő vlogban eszembe jut. És visszatérünk. Ez a vlog, hogy mikor lesz kint, azt nem tudom amúgy. De elmondtam, hogy október 28-a van. Majd kint lesz. Rendelni rá az orrbetéteket a zekevasra. Akkor biztos jobban bele fog menni majd. Amányit megérdem el amúgy. Ezt kompaktoroznom, hogy nem is jó azt a földet, mert az is minden kiszed, ami benne van. Minden. De már jól megy en. Egy kicsit rángad meg, mit tudom én, de már belemegy a tartsa a mélységet. Na, ugye srácok, körülbelül ez lenne ez a mai vlog. Remélem, hogy jó lett, hogy mit tudom én, tetszett,
hogy erről csinálod egy videót, hogy mi zajlik most. Majd jövök a folytatással többi munkákról. Úgyhogy mindenki jó legyen, mindenkinek jó munkát, hatalmas pacsit nektek. Akinek van kérdése, vagy nem olyan, nem tudom milyen rossz kérdéseket tesz fel, hogy mit tudom én, ugye elmondtam, hogy milyen kérdésekre nem vagyok kíváncsi, meg válaszokra, meg reagálásokra, de úgyis, ha akarják, úgyis leírják amúgy. Na, úgy a szántogatom itten. Meglátom, mennyire haladok. Úgyhogy csapatok egy lájkot, srácok, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha szeretnétek. És majd jövök a folytatással. Jó, most szántogatok itten a recceföldet megfele, kifele. Kinek, hogy? Ugye egy látom ott a szavjákat amúgy van benne. Jó, majd meglássuk, hogy hogy sikerül itt a munkafolyamat, mi lesz belőle. Jó lesz, nem lesz. Csabi voltam. Cső!